2020. október 7-ét írunk. Az előző részben lakóautós utazásunk Európa egyik legrégebbi, körülbelül 6000 éves neolitikus emlékművénél fejeződött be, ahonnan is 20 kilométert haladtunk tovább északi irányba, arra a részre, ahol kezdődik az úgynevezett gránitpart. Ezen a borús délutánon itt folytatódnak kalandjaink. Gyertek és tartsatok velünk! Amennyiben pedig tetszenek a videóink, és szeretnétek követni lakóautós életünket, mindenképpen iratkozzatok fel, mert ezzel is tudtok bennünket támogatni. Nagyon fontos, hogy a feliratkozás gomb mellett a csengő gombot is megnyomjátok, azon belül pedig az összes értesítést, máskülönben nem fogtok üzenetet kapni az új videókról. Na hajrá! Megálltunk itt. Itt kezdődik a... Mi kezdődik itt, Kitti? A gránitpart? Már gránitból lesznek a sziklák, de ennek örömére egyébként nagyon jó a kilátás. Elkezdett szépen szemerkélni az eső. Hát csak az az igazi kis ködölős, ami úgy szépen eláztat. Na úgyhogy menjünk le, itt a kutyákat megfuttatjuk a homokba. Érdekes, hogy hát láthatjátok, hogy ez a növény, ez is, meg ez is, mindegyik úgy nő, hogy rajta van egy kövön. És igazából a kő benne van a homokba, de maga a kőhöz gyökerezik le. Nem tudom, hogy az apály dagály miatt-e, hogy ugye ne vigye el a víz, vagy ne tudja kimosni. Ilyen gumis, ilyen bazikemény. Ez de komoly. Kutya pedig átment Hulkba. Gyere csak ide, Hulk! Állj meg! Shrek! Shrek vagy, vagy Hulk vagy? Hogy nézel ki, he? Oh, mamma mia! Nézzétek meg Debbie-t az! Milyen szép tűzt! Nem Ganesh. Ezek van rendes szelektíves kuka. Nem tudom kidobni a szelektív hulladékunkat, mert csak ilyen kiraknak egy ilyen ketrecet, és abba kell dobni. Itt az útszélén csak olyanokat látunk, már nincsen ez a tipikus konténer. Őrület, hogy itt minden kert tele van hortenziával. Nem itt őshoros? De, hát itt is. Ezeken a helyeken, ahol ilyen csapadékosabb az idő, gondolom, azt nagyon szeretik a párás, nedves, esős levegőt. És jó, hát itt is meg lehetne állni, ja. Ó, micsoda a part. Hát, mégis ez egy ilyen egyedül itt. Úristen, itt nagyon drágák lehetnek az ingatlanok. Van itt egy csomó épület, aminek a falai gránitból vannak, illetve a kerítések is, vagy mi legalábbis azt feltételezzük a színükről, meg a felületükről. Szeretjük a szuperűt is. Itt is van minden egy helyen. All in one. Aha, ott állnak balra, már láttam is. És nincsen sárga konténer! Nem hiszem el. Ezt már. Vazon majonéza. Funkcionál o no? No electricidad. Por qué no fun... Ah. Ahora. Na és most, hogy Kitty végre kivásárolta magát egy óráig. Igen. Nem tudom, hova megyünk, de menjünk. Hú, de sokat jöttünk. Már itt is vannak ezek a gránit tömbök. Hatalmas gránit tömbök. Hát sajnos az idő az nem a legalkalmasabb. Thank you.
esik a köd. Így, aha, látszik a videón. Így lehet jól szétázni. Esik, de végül is nem is esik. Majdnem olyan, mint a köd esne, de attól egy kicsit nagyobb, de úgy... Hát olyan kicsit nagyon apró eső. Na mindegy, elég fuha. Frankón esik még mindig, és beszorultunk ide a gránit szikla fedezék alá. Esik az eső, fázik a mező. Most, hogy Kitty felfedező kedvének köszönhetően elindultunk még tovább. Még jobban elkezdett esni, úgyhogy úgy döntöttünk, visszafordulunk. Ugye Kitty, milyen jó ötlet volt, hogy elinduljunk még tovább? Most megy a szárítkozás. Beindítottuk a kályhát, és itt száradnak a ruhák. Ezek a szemetek mindenhonnan kitiltottak bennünket. Ez a város, ez olyannyira szigorú, hogy nem a parkolóból vagyunk kitiltva, ott is ki van rakva pluszba, de már a behajtás is ki van tiltva, vagyis be van terelve egy olyan parkolóba, ahol mindig fizetni kell 6 eurót naponta, de hát most csak nem kötnek belénk így szezonon kívül, reméljük. Megálltunk az út szélén, egy útmenti útszéli parkolóba, ahol konkrétan nem volt még pluszba kirakva, hogy lakóautó tilos. Van a kegyhely, és itt a sok-sok gránit. Ott megy a rossz májú népség. Beszóltak, ott mutatja a táblát, hogy nem lehet kutyával. Na mindegy, nagyon szép a táj. Itt éppen azon filózik, hogy hogy kerültek ezek így egymás tetejére, és hát így összerakva. Igen, ez valóban rejtély, hogy most valami más féle puhább kőzet volt köztük, és ez kijött az idők folyamán, vagy... Vagy jött Herkules, és... Na, és megint ugyanúgy jártunk, mint az előbb. Csak kicsit esik, és mindjárt esni fog nagyon. A második garnitúra ruha, amit eláztatunk, igaz, Kitty? Na, bújjunk be ide addig. Ez az időjárás. Hát nem tudom, hogy ez itt most szokatlan, de nem bírnék itt lakni. Szerencsére itt ez a szikla képződmény. Húha! De izgalmas! Megvárjuk, amíg eláll az eső. Ez tuti lesz itt. Természetes menedék. Kilátással. Nagyon jó. Na itt várjuk, a meteorológiai szerint egy 20 perc múlva véget ér az eső. Reméljük, hogy nem hazudik az applikáció. Várjuk a megváltást. Hát az eső nem állt el. Már 5 perc el kellett volna, hogy álljon. Másodjára is megázunk. Még az útpatka is gránitból van. Hogy van hűtőmájmes? Sikerült most is jól megázni. Ilyen időt csúcs. Nem állt el most se. Esik rendületlenül. Thank you.